Az épp emberek számára is komoly költséggel jár az ideális lakás kialakítása. Az ajtók közlekedő kérdése még bonyolultabb, ha mozgássérült személyről van szó. A mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesülete arra hívta fel a figyelmet, a lakásátalakítási támogatás rendszere a nyáron megváltozott. 2011. június 4-től az egyesületünk már nem végzi a lakásakadálymentesítésbe az eljárást. Ez egy az egybe a OTP fiókokhoz került ki. A korábbi rendelet még engedélyezte az elsőfokú szakvéleményeknek is a használatát jegyzői határozattal közösen beadva. Én úgy tudom, hogy a napokban változott az OTP-nél is a rendelet. Ez alapján szigorodtak a támogatásban részvétel feltételei. A kormányrendelet többek között a BNO, vagyis betegségkódban jogosultságként csak az MS-eket ismeri el, azaz a mozgásszervi betegségeket. Az elnök szerint szükség volt módosításra, de hiányolják a támogatási összeg módosítását. Valahol én egyetértek a rendelet változásával, csak ugyanakkor nem igazán tudom elképzelni, hogy a támogatás összegén miért nem emeltek, hisz továbbra is maradt a használt lakás esetében a 150 ezer forint, illetve újonnan építendő lakás esetében 250 ezer forint a támogatás. Egy akadálymentesítés lakóingatlan esetén komoly feladat és egyénfüggő is. Külső akadálymentesítést is valószínű, hogy el kell végezni, nehogy Isten, hogyha egy pár darab lépcső van be a lakásnak a följáratához, ugye ez egyértelmű, hogy egy rámpával, vagy ugye betonból készített törvény által, vagy hát a kérelmező által megfelelő százalékos lejtőt kell kiépíteni. Ha netalán a bejárati ajtón nem fér be egy kerekesszék, akkor bejárati ajtót is kell cserélnie. Ezzel párhuzamba egy küszöbtelenítést is el kell végezni, és akkor még nem értünk be a szobába, a fürdőszobába, a konyhába. A lakásátalakítás támogatási rendszeréről a Sárospataki Egyesület internetes oldalán bővebb tájékoztatást is nyújtanak tagjaiknak.